Váratlan vereséget szenvedett a Mezőkövesdi KC felnőtt csapat a hazai környezetben. Együttesünk 26-25 arányban maradt alul a Dunafer ellen. A Budapest Bank férfi kézilabdaliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában a már korábban kiesett Dunaparti együttes látogatott Mezőkövesdre május 21-én. A találkozó első perceiben a vendégek játszottak jobban, ugyanis Hajdúék 4-1-es előnyre tettek szert alig 6 perc alatt. Kézilabdázóink helyzetét nehezítette, hogy Rácz Bokája egy rossz mozdulatot követően kifordult, így számára véget ért a találkozó. Rosta István időkérése után megkezdte a felzárkózást az MKC, és újabb 8 perc elteltével már 8-8 állt az eredményjelzőn. A lendület ezt követően megtört, és ismét a Dunafer került lépés előnybe. A vendégek magabiztos teljesítménnyel 3 gólos előnyt dolgoztak ki az Enelváltan és Görcsösen játszó bécsiek ellen. A játékképe a második félidőben sem változott, György László csapata néhány perc alatt 5 gólosra növelte az előnyét. Jelentős fordulatra egészen a félidő derekáig kellett várni, amikor is Nikes vezérletével 2 perc alatt 6 gólos hátrányból 3-ra jöttek fel a mieink. A Rosta tanítványok nagy erőket mozgósítottak az utolsó 10 percben, ennek köszönhetően Molnárék 1 gólra fölzárkoztak a hajrában. A rendkívül feszült végjátékot a vendégek bírták jobban, akik meglepetésre győzelmet arattak Mezőkövesden. Az öltözőben azt kértük a fiúktól, ugye, hogy teher nélkül játszom mindenki, mindenki tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsuk, és az a legjobb teljesítmény mai napon arra volt elég, ugye, hogy győzzünk 1 góllal, de ha 1 góllal is nyertünk, ez egy hatalmas győzelem volt számunkra. A második félidőben volt azért egy fordulópontja a meccsnek, hiszen 6 gólos előnyről az MKC néhány perc alatt vissza tudott jönni a meccsbe. Mi futott át végig akkor az agyadon, és mi volt, amit elmondtál a szünetben, hiszen kiskérted a rendelkezésre álló 1 percet? Igen, természetesen ott voltak 2 perces kiállítások, az megfogta a csapatunkat. Látszik ugye, hogy 5-5 ellen a Kövesd eredményesebb volt. Nem tudtunk ott gólokat lőni 5-5 elleni játékba, illetve volt egy-egy olyan szituáció, egy-egy zicser, amit százszázalékos zicser, amit ott be kellett volna lőnünk. Pont ebben a periódusban az nem sikerült, és nehéz lett a vége. A Pécs után így sikerült a Mezőkövesdet is megvernetek, jövő héten pedig Orosházára fogtok majd látogatni, ami bizony a Mezőkövesd számára is nagyon fontos lesz majd. Képesnek tartod-e az együttest arra, hogy Orosházán is meglepetést okozzatok? Nekünk az a feladatunk, hogy mi menjünk fel a pályára, hogy minden kor és minden körülmények között győzzünk. Most is ezt kértem a srácoktól, ugye megjelentek itt különböző újságcikkek a fórumokon, és elkezdtek számolgatni, hogy kinek kellene győzni, ha kikap valaki, hányadik lesz. Minket ez, megmondom őszintén, egyáltalán nem érdekelt, és az öltözőbe a mérkőzés előtt ezt mondtam, ne számolgasson, ne foglalkozzon ezzel most jelen pillanatban senki. Nekünk egy feladatunk van, hogy tisztességesen, becsületesen küzdjünk, és győzzünk az elkövetkezendő 2 mérkőzésen. Kovács Zsolt kulcsfontosságú zicsereket fogott a mérkőzés hajrájában, mellyel bravúros győzelemhez segítette csapatát. Az egész évi munkával és videóval készültünk, mivel tudtuk, hogy nem csak a kiesés miatt, hanem a saját önbecsülésünk miatt küzdöttünk. Hát hál' Istennek kijött a lépés, elő-hátul, jól játszottunk, összeállt a védekezés, és tulajdonképpen ennyiben. A második játék részben több nagyon fontos védéssel is kivetted a részed a csapat győzelméből. Mi fut ilyenkor át az agyadon, amikor például zicserbe hozzák rád a labdát, és tulajdonképpen lehetett érezni azt, hogy nagyon feszült a végjáték, tehát minden védésre, minden labdának, minden gólnak nagy jelentősége van? Hát a győzelem egyértelmű, és hát, hogy jó meccset játszunk, tehát, hogy a közönség is élvezze a mérkőzést. Az MKC feltámadásában nagy szerepet játszott Nikes Csaba, aki összesen 5 találatig jutott a mérkőzésen. Szerintem ezért volt ez a nagy különbség. A végén ugye belővedeztük a helyzeteinket nagyjából, és azzal fel tudtunk jönni, és így lett szoros a vége tulajdonképpen. És te személy szerint is gólokkal vetted ki a részed abból, hogy sikerült fölzárkózni. Mi zajlott benned? Érezted, lehetett érezni az belülről, hogy kell valaki, aki felvállalja, hiszen Rácz Róbert kiválásával ugye tulajdonképpen az irányítót elveszítette a csapat. Igen, mondjuk ez is rányomta bélyeget a mérkőzés, hogy irányító nélkül játszottunk. Erre megmondom, hogy szintén szerintem nem voltunk annyira felkészülve. Belejátszhatott ez is abba, hogy ilyen lett a mérkőzés alakulása. Hát az, hogy nem tudom, most nekem jött ki a lépés, hál' Istennek, de hát sajnos nem értünk el vele semmit. Együttesünk nehéz helyzetbe került a váratlan vereség miatt, hiszen a bennmaradás kérdése csak az utolsó fordulóban dől majd el.
Azt gondolom, hogy az első perctől kezdve igazából nem hittük el azt, hogy a Dunafair lelkes tét nélküli játékával minket meglephet, és azt gondoltuk, hogy 50-60%-os erőbedobással is sikerül majd győzelemre vinni ezt a mérkőzést, de hát az örök igazság, hogy ha ez a mi csapatunk nem játszik 100%-os vagy közel 100%-os, akkor nem tudunk meccset nyerni, és a lelkes és nagyon jó játszó Dunafair ellen meg főképp nem. Minek volt köszönhető, hogy végül nem sikerült, azon felül, hogy 50-60%-kal játszottunk, azt gondolom, hogy azért a játékban is meglehetősen sok hiba csúszott. Ugyanúgy visszatértek az ittszerrontások, illetve ugyanúgy láthattuk, hogy 7 méterest is nem is egyet hibáztunk el, ami ugye a végjátszó számolásnál nagyon sokat jelent. Hát egyértelmű, hogy itt a fejekben óriási problémák vannak. Egyrészt két meccs után nagyon jól álltunk. Hátradőltünk, azt gondoltuk, hogy majd valahogy, majd következő héten biztosan meg ez a lemaradás, amire azért mindig van esélyünk. Ugye a 9. hely viszont megúszott, az egyértelmű. A másik meg, hogy a csapaton belül, a csapat környékén felütötték olyan hangulatok, hangulati elemek a dolgok, a fejüket, amire ez a vége, hogy a csapat szét van esve fejbe. Én azt gondolom, aki itt volt, lát, hogy futni tudnak a fiúk, oda kerülnek a helyzetbe, és ott már csak az a kérdés, hogy van-e annyi tiszta fej, hogy bedobják az ittszereket, vagy nem. Kiemelném meg én Repódainak a teljesítményét, ugye, mint már oly sokszor az ellenfél kapusa volt, szerintem a mezőny legjobbja. Ez egyértelműen, hogy a koncentráció hiánya. Itt azt gondolom, hogy az játszik közben, ami most az utóbbi egy-két hétben a csapat körül alakul ki. Miután a Pécs-Orosháza találkozón 27-26-ra győztek a Baranya megyeiek, az utolsó fordulótól függetlenül bebiztosították a helyüket a legjobbak között. Az utolsó forduló előtt a Pécs 11 ponttal vezeti a tabellát, a 8 pontos MKC, a 6 egységgel rendelkező Orosháza és az 5 pontos Dunafair előtt. Együttesünk a rájátszás utolsó körében a Pécs együttesét látja vendégül a Városi Sportcsarnokban. Munka, terápia, tehát biztos, hogy dolgozni fogunk, ugye itt óriási probléma a Rácz Robi kiesése. Ez megint egy olyan tipikus momentum volt, hogy olyan nem százalékosan figyelek oda az ittszerlövésre és a leérkezésre, és hát abból van egy ilyen teljesen buta sérülés, hogy belakad a lába a hálóba. Hogyha úgy csinálja, hogy bevetődik, beugrik, kigurulja, kicsúszik, akkor nyilván nem sérül meg. Nagyon sajnálom, és ahogy a mi játékunkban egy irányító elvesztés, és ráadásul egy irányítónk van, az nagyon nagy negatívum. Bartoloni próbálkozott, de hát ő neki még ez nagy falat volt. Ugye azt is látjuk, hogy és sokszor jogosan is hiányolják a fiatalok játékát, ugyanakkor meg még nem bírják el sokszor azt a terhet. Meg lehet a győzelem? Hogy érzed most? Hát abszolút persze, az ember mindig pozitív, mindig optimista. Most azt mondom, ha csak az ittszereknek majd a felét bedobjuk, akkor biztos, hogy megvan a győzelem, ha ma is bedobtuk volna, de hát nincsen ha a sportba. Én azt gondolom, hogy dolgozni kell, és akkor és bízni a sikerbe, az is nagyon fontos, és 100%-osan játszani. És mindenkinek egytől egyig nem lehet, hogy csak 4-5-6 játékos rakja magát, másik 4-5-6 esetleg kevésbé, tehát ezzel mindenképpen választhatni kell, egy hét alatt is, ha lehet. Abban az esetben, ha a kövesdi kézilabdázók legalább egy pontot itthon tartanak, az Orosháza Dunafair mérkőzés eredményétől függetlenül jövőre is az első osztályban szerepelhetnek. A Pécs elleni sorsdöntő találkozó május 28-án, szombaton 18 órakor kezdődik. Szeretnénk felhívni a kedves szurkolók figyelmét arra, elképzelhető, hogy a mérkőzés egy órával később kezdődik, ugyanis Mezőköves Zsóri felnőtt csapata szombaton 17 órától fogadja majd a DVTK labdarúgó együttesét a Városi Sportpályán. Ha a Magyar Kézilabda Szövetség és a Pécs gárdája beleegyezik, akkor 19 órakor kezdődik az MKC sorsdöntő összecsapása. Az MKC felnőtt csapatának utolsó bajnoki mérkőzésén a Mezőkövesdi KC és a Magic Ultras szervezésében plüssjátékok gyűjtésére kerül sor a Városi Sportcsarnokban. A szervezők tisztelettel megkérnek mindenkit, hogy akinek lehetősége van rá, támogassa a jótékonysági kezdeményezést. A felajánlásra szánt játékokat az első Mezőkövesdi gól után lehet majd a pályára dobni. Az összegyűjt plüssjátékokat a miskolci Velkei László gyermekegészségügyi központban gondozott fiatalok részére juttatják el a szervezők. Jöjjön és szurkoljon ön is kézilabdázóinknak, és dobjon be egy macit a gyermekek megsegítésére. Mai sportközvetítésünkben a Mezőkövesdi KC Dunafair Alexandra mérkőzést tekinthetik meg a koktél után.